Sziasztok, Zozoka vagyok, jelentkezem egy újabb VR-os videóval, amely, ha jól számolom, már a 9. És megint műfajt váltunk, stratégiai játékkal fogjuk folytatni. Egészen pontosan, hát itt a játék címet megpróbálom helyesen kiejteni, hogy Tethered. Angolosan, magyarosan pedig Tethered. A játék azért is érdekes, mert letilthatjuk, hogy VR-ba fusson a játék, és akkor ugye hanyomás módon is játszhatunk vele. Hát éppenséggel ugye, akinek megtetszik a játéknak ez az aranyos kis hangulata, grafikája, akkor az ugye VR-on kívül is játszhat vele. Hát ha pontosítanom kellene a játékban megtalálható stratégia elemeket, akkor ugye menedzselés, építkezés, harcolás, gyűjtögetés, csak ugye ezek arányaiban egy picit eltérnek így egymástól, de ha a játékot kellene említenem, akkor nekem egyből valamiért, ahogy játszottam a játékkal, beugrott a Settlers sorozat. Hát majd meglátjátok, hogy igazam van-e ebben, vagy pedig nincs. A játékot ülve játszom, motion controllerekkel, ott van, de ugye akinek olyan az ingerenciáz játszhatja állva, és akkor mondjuk valamilyen pad segítségével ott van. Oké, kezdjük el. Sajnos kénytelen vagyok a tutorial pályát újra megcsinálni, mert itt ezen a kettes pályán valami olyan mechanikába ütköztem, amire rá kellene jönnöm, és most nem akarom azzal itt a saját időmet húzni, ezért újra a tutorial pályát töltöm be. Láthatjátok, hogy most vettem meg a pályát, tehát hogy még ennyi új terület van, csak ugye megnyitva, tehát maga egészen pontosan a második pálya. Oké. 50 percet bénáztam ezzel az első pályán, és mindig, általában, legalábbis eddig az volt a feladat, hogy ilyen spirit pontokat összegyűjtsünk, amit ugye ott is mutat, amit ha jól tudom, 200, a következőnél valami 300-ra emlékszem, és ennyi. Most egy picit berakjuk a touch controlereket, hogy hogy vagyunk. Oké. Jó. Megpróbálom gyorsan átvinni ezeket a hülye oktató módokat, ha nem sikerül, akkor vágás lesz, jó? Vagy nem mondok nektek, hogy nagy újdonságot, de hát, hogy mégis a stratégiát, hogy kell elképzelni VR-ban? Nem úgy, hogy itt vagyunk mondjuk egy ilyen terepasztal fölött durván, ugye, ami természetesen, mivel játékról van szó, az ugye él természetesen, de tényleg mint egy terepasztal szerűséget kell elképzelnünk. Ó, meg is van, általában, ameddig ugye én játszottam, mindig egy ilyen tojással indul a játék, amelynek ugye itt most egy lényt ki kell keltetnünk, erre is mindjárt megkapjuk szerintem a segítséget, ott is van. A játékot amúgy én PSVR-on próbáltam ki, mert ott volt egy ingyenes demo lehetőség, és hát akkor ott eldöntöttem, hogy nekem ez a játék kell, mert tök aranyos volt, és hát szeretem a stratégiai játékokat. Oké. Napfény segítségével kikeltjük a tojást. És kaptunk egy kis lényt. Oké. Okay. Touch controller egy kényelmesebb szerintem irányítani, mert ugye tudunk mutatni, mint egy picit olyan, mintha lenne egy egerünk, tudjátok. Amúgy sok jó stratégiai játék még nem született, így VR alatt. Vannak próbálkozások. De én úgy igazából olyan, mondjuk ha hardcore stratégiai játékot nézünk, mondjuk StarCraft, vagy Red Alert, vagy én nem tudom, még Command & Conquer, akkor nem jó híreim vannak. Tehát egyelőre még itt keresik a lehetőségeket. Nem is beszélve arról, hogy azért egy hardcore stratégiát elkészíteni azért nem pár hónap. És ha jól tudom, volt erről egy demo, hogy valami srác a Generals, tehát a Command & Conquer Generals részét próbálta ott VR-ban demozgatni, de hát az csak egy demo volt, és csak mutatta volna azt, hogy prezentálta volna azt, hogy hát igen, hát stratégiai játék is működik VR-ban, mert miért ne? De mondom még egyszer, tehát, hogy kipróbáltam egy pár játékot, ha esetleg érdekeltéteket, akkor be is tudom őket mutatni, de tehát, hogy ilyen minimális mechanikák találhatók meg benne sajnos. Nem is tudom, hogy miért, mert igazából ugye konzolos stratégiai játékok nagyon jók vannak,
Ott akár említhetném ugye a Red Alertet, ami most a legutóbbi, vagy ugye Xboxon a Halo Wars-t, ha jól emlékszem, ugye a stratégiai. Tehát, hogy vannak jó stratégiaik, amik megoldották azt, hogy ne egérrel és billentyűzettel kelljen irányítani. Nem kell remélem mondanom, hogy VR alatt amúgy mondjuk a billentyűzet használata az olyan furi lenne, mert hogy? Tehát, hogy ha ugye már föl kell emelned a kezedet valamelyik billentyűzetről és valamit megnyomni, akkor hogy találod meg? Amúgy meg lehetne oldani szerintem VR alatt, mert és erre láthatok is példát, hogy akár virtuális billentyűzettel. Miért ne? Jó. Igen, tehát így gyűjtsük be ezeket a mannákat, kis manna golyócskákat. Oké. Jó, akkor ez is megvolt. Jó. Ja, végre, csak már kezdjük el. Hogy ő éhes, oké. És akkor ott van, találhatunk ételt. És ugye akkor átváltunk ide egy kis nézetet, és akkor azt mondom neki, hogy gyere ide, és ott gyűjtsél ételt. Általában ugye mindig jelzi a kis lényecske fölött, hogy neki milyen igényei vannak. Oké. És nagyon vagány, annyira, ezt a játékot ezt biztos, hogy imádni fogom, már csak a hangulata miatt is, mert olyan kis tündéri. Nagyon vagány. Szerintem, ha meg kéne kockáztatnom a srácok, akkor a legjobb stratégiai játék most így VR-on alatt. Ezt azért nem merem teljes messzélességgel kijelenteni, mert lehet, hogy például Steam áruházban vannak esetleg más stratégiai játékok, amiről én nem tudok. Hát ha esetleg látja valaki ezt a videót, és ugye így 2017 év végén hülyeséget mondtam, akkor ezt jelezze nekem. Én nagyon remélem, hogy például lesznek majd stratégiai játékaink VR alatt, mert tök jó, tehát tök jó működik a műfaj, na. Az, hogy most a irányításról egy picit eltekintünk, hogy egér és billentyűzet, onnantól kezdve ez tök jól működik. Oké. Jó. Jaj. Jó. Ó, szipi-szupi. Kaptunk egy következő tojást. Ugye meg most pihen. Oké. Aha, és szerintem most ő azt mondja, hogy ő vele költessük ki, mert hogy vele is lehet. Ugorjunk át oda, srácok. Kaptunk manna pontot? Nem, ugye? Nem, jó van. Manna pont begyűjtés, ugye egyszerű. Hát itt a kontrollnál a B-gomb megnyomás, és ugye oda visszük, ahol találhatok a manna pontok, és nyomva tartjuk. Na. Abszolút a kis szuper, és még ugyan, mivel még most kezdtem a játékot, mégis nem is tudom, hogy milyen mechanikák kerülnek majd bele későbbiek folyamán. Itt végső soron tényleg gyűjtögetünk, építkezünk, harcolunk. Aztán végső soron most így hirtelen ennyi. Meg ugye fejlesztjük a mi kis birodalmunkat, ami ugye itt található. De ez valami nagyon... Ez is, tehát annyira durva, ez hogy így itt van előttem egy ilyen vízesés, nagyon frankó. Oké, megvan. Mondjuk akkor téged állítsunk be, akkor egyből itt, hogy gyűjtögessünk. Aha, azt mondja, hogy van itt egy kristály, ami ugye, ami szintén ugye ilyen manna, spirituális manna pontot kapunk érte, de rosszul hangzik. És akkor ezt hogy máshogy csinálhatnánk meg, mint ennek a segítségével? Oké, meg is van. Ezt, ha jól tudom, akkor ez be is marad így fagyva, ha csak nem rá nem viszik mondjuk a napocskát, emlékeim szerint. Meg is van, menjünk át oda akkor.
Ó, annyira kis vagány. Talán még, hogyha nagyon régebbi játékot kéne megemlítenem, akkor a Populus. Ó, basszus, mi volt annak a régi játéknak a címe? Azt hiszem Populus 1 és 2, ahol egy picit ilyen kis istenek vagyunk, tudjátok, és ugye irányítsuk a mi kis népünket. De ott miért nem jönnek? Ja, hogy rá kell néznem, bocsánat, akkor nem a touch controller-re fogom be, hanem rá kell néznem és úgy lenyomni a billentyűzetet, vagyis hát a hozzávaló gombot. Oké? Mondjuk akkor te... Oh, nem, bocsánat, akkor nem, akkor menj oda és tanuljál. És kapni fogunk, aha, kapni fogunk egy ilyen búzamezőt. Hát a növénytermesztés, mondjuk akkor így. Oké. Aha, hogy kell nekünk. Két tojásunk is van, szipi-szupi, gyorsan te oda üljél rá, te arra üljél rá. Ugyanis akkor most nekünk követ és fát kell gyűjtenünk, ugye, ha jól értettem, ugye azt mondta, hogy az kell hozzá, hogy ezt föl tudjuk építeni. Ügyesen, picikém, ügyesen. Á, de tényleg annyira jó. Kell minden műfajból, legyen minden műfajból valami játék. Oké? Gyűjtsél követ, te gyűjtsél még mindig élelmiszert, te gyűjtsél fát, mondjuk. Pillanat, így. Hát itt a fa, a játékon belül, mondjuk, és te meg gyűjtsél, nem is tudom, te is gyűjtsél fát akkor, jó? Vagy mondjuk nem, gyűjtsön követ, mert az messzebb van. Oké. Pillanat, fiúk. Jó, ránéztem, hogy mennyi ideje megy a... Ó, szuper! Amúgy nincsen nekünk? Nincs. Gyere akkor te gyorsan oda, és akkor üljél rá. Te hova mész? Ja, te élelmet gyűjtesz. Nézzük meg, hogy fel tudjuk már építeni a... Nem, még nem. Még nem tudjuk. És valószínűleg, hogy csak fa kell hozzá, akkor... valószínűleg, hogy csak annyit mondott nekem, hogy kell gyűjteni, ugye? Követ is. Jó? Oké, igen, tehát hogy fa kell, jó. Akkor ami azt jelenti, hogy te élelmiszer gyűjtesz, te pedig nem tudom pontosan micsodát, ti pedig menjetek és gyűjtsetek gyorsan fát. Még mindig nincs meg, tehát nem tudom, mit akarsz itt tőlem. Jó, tehát fagyűjtés, picikéim. De még nem tudom építeni, tehát ne ugorj már föl nekem állandóan. Valahol meg tudom nézni, hogy mennyi... Ó, megint kaptam tojást. Meg ott fönt mi van? Jaj, itt majd tanulni tudunk majd. Ó, meg van, ott van kristály is. Akkor ahogy nézem. Jó, te menj oda, picim. Hoppá, vártok, az lehet, hogy... Az jó tojás lesz? Nem, az jó tojás lesz, igen. Vannak ilyen szörny tojások is, sajnos. Jó, akkor te menjél és építsük fel akkor ezt a farmot. Tehát igyekszem 20 percre beszorítani ennek a játéknak a videóját is, csak hogy érzékeltessem azt, hogy van stratégiai játék is, igaz, kevés, meg mit tudom én, de van, és ennyi, és lehet vele játszani, srácok. Gyűjtsél te élelmet, ott. Ez a szuper. És ugye akkor mondanom se kell, természetesen, hogy itt is, ha akarunk, közelebb hajolhatunk hozzá. Vagy akár, ugye én guruló székben ülök, most közelebb gurulhatunk hozzá. Megoldott bármi más. Oké, tehát hogy...
Ó, hogy így tudok ránézni, akkor végre nem gondoltam volna amúgy, hogy ugye hogy áll a mi kis birodalmunk. Van egy farmunk, hat ilyen általános munkásunk, ugye lehet hősünk, vagy valamilyen szakemberünk, ez nem is tudom, hogy mi ez a Martyrs. Mártír. Létezik, hogy mártír lenne? De miért lenne mártír? Ne akarjon nekem mártírkodni. Ezt meg kellene néznem a szótárba, hogy ez pontosan milyen, mit jelent, mert nem tudom, srácok. Oké. Jól van. Oké, van kövünk, van élelmünk, fánk. Még amit esetleg kell gyűjtenünk, az nem tudom, hogy ez pontosan most milyen kőzet. Öt hol is láttam? Ott. Jaj, meg ott van két kristály is. Te követ gyűjtesz. Akkor te gyere, és szedd föl őt. Te ott fát gyűjtesz, te ne gyűjtsél több fát, hanem oda menjél. Te hova mész? Te oda mész. Oké, te oda mész. Ő ott gyűjti az élelmet. Hát gondolom élelemből és fából azért mindig kell. Szuper. Kaptunk egy újabb lehetőséget. Ó, de jó. Ó, de jó. Jó, te gyere oda és üljél rá arra a tojásra, légy szíves. Oké, itt pedig egy olyan dolgot tudunk megcsinálni, hogy... Ja nem, bocsánat, ezzel. Így. Jó, te vidd vissza a kristályt. Itt pedig egyből kapok két kis aranyost, aki... Akkor itt meg tudom neki mondani. Ó, ne is, ne is, ne is. Inkább azt vidd vissza. Jó. Kaptam még valahol tojás, srácok? Mert mintha hallottam volna valami. Valami hangot. Hogy van esetleg újabb tojásunk. Nem, passz. Oké, barakkot. Tehát, hogy ilyen, tehát katonát fogunk tudni létrehozni. Jó, és akkor hogy is van? Tehát, hogy nézni kell a... Ezeket a kis mannákat. Oké. Ide tudunk építeni egy barakkot. Jó. Most ilyenkor, ha éjszaka van, szuper ügyes vagy. Jaj, nem. Ó, na, ilyen kő kell nekünk akkor most ahhoz, hogy azt föl tudjuk építeni. Te élelmet gyűjtesz, te ott most állsz. Éjszakára esetleg tarthatjuk együtt a kis lényeket. Ő élelmet gyűjt, te nem csinálsz semmit, akkor te menjél és gyűjtsél olyan követ. Te mit csinálsz ott, picim? Te is menjél oda gyűjteni követ. Éjszaka természetesen egy picit ugye elfáradnak, értitek? Ó, de jó, szuper, szedd össze azt a kristályt. Oké. Na most, hogyha ilyenkor elfogyott a fa, várjatok itt valami. Ja, szerintem aha, azt adja a hangeffekten, hogy az most vissza fog menni. Oké. Látjátok, tehát ott fölé vittem a... azt a esőt, és akkor egy kicsit a fák ugye kitkeltek, de ővele is lehet segíteni, mert akkor azt mondom neki, hogy a napocska menjen oda. Jó. Szerintem te is álljál be, és szedjél olyan követ. Te mit csinálsz? Még mindig élelmiszer gyűjtesz, te most éppen semmit. Menjünk oda, gyűjtsük be itt ezt a manna pontot, és így ennyi. Ezt ne tudjátok, ne kérdezzétek, hogy ez mit jelent. Hoppá, 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 hoppá. Na gyeretek is, fingóságű. Menjél oda is. És mi van, hogyha őt azt mondanám, hogy menjen oda, mert látom, hogy ilyen valamiért, hogy, tehát, hogy fáradt alvajáró. Nem tudom, hogy hol lehet őt pont pihentetni, de azt hiszem, hogy ott. Oké, mindjárt épp fogunk építeni barakot. Oké, szuper, kikelt egy ilyen akárkicsoda. Összegyűjtöttek már annyi követ?
Nem. 12 kell neki. Ami mennyi is van? Pöpöpöpöpö, 10. Akkor lassan meg lesz. Na, ezt még megvárjuk, srácok, rendítsek? Oké, esetleg hozzuk ide, hogy kapjon egy kis öntözést. Te nem is tudom, hogy mit csináljál, mondjuk gyűjtsél. Nem, követ, gyűjtsél olyan követ. Hopp! Valami történt, valami hangeffekt. Érdekes, hogy most miért nem tudok teleportálni itt a szigeten, tudjátok, ezeket a kis felhőknél. De gyere oda, picim, mert te itt nekem gyanús vagy. Ugye, ja, ott van, na most már megjelent. Nagyon el van fáradt a szegénykém. Oké, de lassan, 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 viszont szerintem már meg lesz. Ó, meg is tudom építeni a barakkot. Ez az. Na, srácok, és akkor lassan ennyi lesz, akkor ez a kis bemutató videó. Abszolút e holt kis aranyos stratégiai játék. Persze tudom, oké, hogy nem hardcore stratégia, de mégiscsak legalább van valami, tudjátok? Amúgy van még stratégiai játék, de azt még nem vettem meg. Annak utána kellene néznem, hogy az pontosan az milyen felépítésű, milyen mechanikákkal rendelkezik. És majd akkor úgy eldöntöm, hogy megveszem-e vagy nem. Mert az lehet, hogy kópozásra van. Na, sikerült, megvan. Szuper. És ha minden igaz, akkor... Igen. Ez nem az. Hogy tudom azt megmondani, hogy te más legyél? Tehát, hogy lehet katonákat így átképezni. Ezt még most... Majd szerintem majd fogja mondani megint a oktatómód. Na, de viszont fiúk, hát akkor ennyi. Lehet bármit is csinálni vele? Például, hogy ő, neki ott valami baja van. Oh, Heroes. Most mondja, hogy hősöket hogy hozhatunk létre. Ezt gyorsan begyűjtöm. Na, az egy kicsit furcsa, hogy miért kell ehhez nekem gombot nyomni? Nem tudom, hogy majd a menübe lehet, hogy megnézem, hogy ne adj Isten, van-e erre valami automatizáló megoldás, mert tehát ez nem tetszik annyira nekem. Mi a francnak kell még nekem ez is ezzel foglalkozni? Szeretnék elveszni ebbe a világba, és nem ilyen hülyeségekkel foglalkozni. Na jó van, fiúk, lányok. Hát akkor ennyi lett volna az én kis stratégiai játék. Bemutatom, remélem tetszik, mert már mondjuk maga a játék, és majd hogyha lesz. Én merem ajánlani, hogyha addig ugye nem lesz újabb mondjuk stratégiai játék, akkor érdemes erre rápillantani. Már inkább ugye tetszik ez a kis tündéri kis világ és manók. Oké. Jó van, fiúk, lányok, legközelebbi videóm az nem tudom, hogy mi lesz, majd még eldöntöm. Nagyon sok videóm közül tudnék választani, hát most már annyira sok közül nem, de még ugye kalandjátékot szeretnék nektek bemutatni, illetve... Ó, mi is az a másik játék? Hát egy ilyen akciójátékot, ilyen külső kamerás akciójátékot, ahol kardozni kell. Ja, valami ilyesmit, jó? Köszöntöm szépen a figyelmet, további jó pihenést kívánok mindenkinek, sziasztok!